megtanulják azt, hogy struktúráltan tudjanak egy kicsit kommunikálni, és ez az állásinterjúk szempontjából is egy nagyon fontos elem, hogy lássuk azt az emberekben, hogy keretrendszerekben tudnak gondolkodni. Egy előadás esetén ugye természetesen még az is fontos, hogy összerakjuk a tartalmat, és tudjuk, hogy hogyan tudjunk kommunikálni bizonyos információkat a közönséggel. Tehát az állásinterjú az elengedhetetlen, és alapjában véve azt gondolom, hogy minden egyes előadásnak van egy csattanója. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk azokat az embereket, a diákokat, vagy akiket éppen felvételiztetünk, hogy a 1000 ember közül mi az, ami megkülönbözteti őket. Tehát mi az a kis apró kis, ez a titkos szósz, ami bennük van. És igazából ez egy ilyen alkalom, ahol egy ilyen konferencián fölkészülve elő kell adni valamit. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség. És ez egy nagyon fontos eleme ennek, hogyha a mi munkavállalóink például egy ilyen szakmai szervezetnek a részei, akkor ezeket a tapasztalatokat meg tudják osztani a helyi közösséggel. Tehát alapjában véve azok a limitált információk is elérhetővé válnak a szakmai berkekben, illetve a munkacsoportokban, ami szerintem ahhoz nagyon-nagyon szükséges, hogy mondjuk például fejlődni tudjunk, vagy akár egy iránymutatást tudjon adni, hogy milyen irányelvek alapján fejlődik a technológia, vagy éppen ki mit csinál benne. Tehát ez a nagyon fontosnak tartjuk ilyen szempontból, hogy ez azoknak az emberek számára, és mint például a diákoknak is, nektek, nagyon fontos legyen az, hogy legyen egy folyta olyan behúzó erő, ami azt mondja, hogy igen, egy technológiai kötöttség, vagy akár egy szimpátia alapján tudunk akár együttműködni. Én azt gondolom különben, hogy a személyes networking az azért nagyon fontos, mert hogyha az ember megjelenik egy rendezvényen, akkor ugye első körben is kötődik egy archoz, egy hanghoz, egy tartalomhoz valamiféle jelenlét. Tehát az online térben ugye el tudjuk magunkat helyezni, de alapjában véve azt gondolom, hogyha ez társul egyfajta tapasztalás, amire azt mondjuk, hogy igen, ezt az embert ismerjük, ezt már láttuk valahol, ebbe a témába lényegében ő otthonosan mozog, stb. Ez szerintem abszolút egy előnyt jelent, illetve ez egy hasznos dolog. Biztos, hogy lesz 100 éves. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a diákok is segítenek fognak ebben, mert alapjában véve az a cél a háttérben belül is, hogy az átlag életkor ne csökkenjen, hanem inkább csökkenjen. Tehát én azt gondolom, hogy a diákoknak a csatlakozásával, illetve a folyamatos jelenlétével ez meg fog valósulni. Sőt, hát én azt gondolom, hogy a HTL nem csak 100 évig fog élni. Lehet, hogy akár 200-300 évig is. Tehát sok sikert ehhez. És erre várjuk természetesen a diákokat. Tehát ez egy nagyon hasznos fórum.